Ahogy már Niki is tegnap beharangozta a hírekben, a Muzika című műsorunkban nem sokára december folyamán Dinnyi és Soma orgonistát is láthatják, most pedig itt van a délelőttben velem, nagy szeretettel köszöntöm, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Egy nagyon egyedülálló orgonán, egy nagyon különleges orgonán játszott ebben a műsorban, ha jól tudom, akkor három felvétel is készült. A Hold utcai református templomban, a református gyülekezetbe mentek, ott történt a forgatás. Miért különleges ez az orgona? Itt azt írta nekem is, hogy egy egyedülálló, historikus orgonáról van szó. Így van. Hát honnan is kezdjem? Ugye tulajdonképpen a 20. század közepén indult el az a mozgalom, hogy az emberekben felébredt az igény arra, hogy a régmúlt korok zenéjét, a 200-300 évvel ezelőtt született zenéket megpróbálják ugyanazzal a hangzás igénnyel előadni, mint ahogy annak idején 200-300 évvel ezelőtt adták elő. Ugyanis a zenei tradíció, ahogy ugye haladtak az évek, mindig újabb-újabb stílusok jöttek, hogy ezt tanultuk és ismerjük, hogy a barokk, a bécsi klasszika, a romantikus stílus, és ezzel együtt ugye a hangszerek is változtak. Viszont az is nagyon érdekes, hogy abban az időben csak kortárs zenét játszottak. Ez a 20. századtól kezdett divatba jönni, hogy régmúlt korok meghalt zeneszerzőknek a zenéjét is játszuk. És ezzel együtt vetődött fel a probléma, hogy hát igen ám, de akkoriban még nem ilyenek voltak a hangszerek. És hát ez a zenekar összes hangszeréről elmondható, hogy egy bizonyos, nem lineáris, de valamiféle fejlődésen esett át, vagy változáson, inkább azt mondanám, és ugyanez az orgonákra is érvényes. Akkoriban az orgona volt, ugye, ahogy ma is nevezzük, a hangszerek királynője, és egy egészen egyedülálló technikai csúcs teljesítménynek számított abban az időben, mint mondjuk ma egy ilyen szuper számítógép. Abban az időben az orgona töltötte be ezt a funkciót, hiszen ugye tudjuk, hogy az elektronika és a hasonló dolgok előtt ez egy hatalmas teljesítmény volt, hogy egy nagy szekrényi hangszert meg lehet szólaltatni. De az is gondolom fejlődött, és folyamatosan apró változtatásokat hoztak rajta létre. Így van, pontosan, és ez az orgona, amin én játszom ezen a felvételen, ez pontosan úgy készült ugyanazokkal az eszközökkel, ugyanazokkal a paraméterekkel, mint ahogy ezt 300 évvel ezelőtt Arnstadtban is elkészült, ugyanis Arnstadt volt az egyik első olyan helyszín, ahol Johann Sebastian Bach organistaként működött. És az a nagy szerencsénk van, hogy tulajdonképpen ez az egyetlen olyan orgona Johann Sebastian Bach azok közül, amelyeken Johann Sebastian Bach játszott, amelyet pontosan ismerünk, hogy milyen regiszterei voltak, hány sípos volt, hány manuálos, és hogy hogyan nézett ki. Na, hány sípos ez az orgona itt a Hold utcában? Hát ezt nem tudom megmondani, mert ezt ugye mi regiszterekben mérjük, ugye egy regiszter az olyan 60-64 sípból áll, attól függ, ez sem teljesen így van, és hát ebben is van körülbelül egy olyan 20-25 regiszter, tehát ezt be lehet szorozni, és akkor kapunk egy megközelítő számot. Egy jó nagy számot. Igen, hát ez számunkra ez nem olyan fontos orgonistákra, ugye mi a regisztereket nézzük, ugye egy regiszter határozza meg az orgona hangszínét, és akkor az nagyon fontos, hogy ezek a regiszterek is pontosan úgy vannak építve, mint annak idején. Ugyanis nagyon sok orgona van, amelyeket ma is úgy hívják a regisztert, például egy principál vagy fuvola, de teljesen máshogy szólnak. Ezek viszont tényleg úgy szólnak, ahogy Bach idejében is szólhattak. Na most a nézők éppen belepillanthatnak ebbe a felvételbe, láthatják önt orgonálni. Milyen érzés akkor egy ilyen különleges hangszeren játszani? Azért gondolom nem minden nap adatik ez meg az embernek. Így van. Hát én eleve az életemet ennek az úgymond régi zenejátszásnak szenteltem, nem csak orgonálok, hanem csembalózom és vezényelek, tehát elég sok rétű tevékenységet folytatok, de mindezt a barokk zenén belül, és ezért ez számomra egy különleges öröm volt, hogy például csembalókon is ilyen úgymond historikus, újraépített kópia hangszerekkel játszunk, hogy orgonából is itthon Magyarországon, Budapesten megszületett egy ilyen hangszer, amin tényleg ugyanazokat az elveket érvényesíteni lehet, mint amit az ember mondjuk csembaló játék közben tud már érvényesíteni. Itt az utolsó kép, amit láttunk, az egy számomra egy különleges kotta, vagy egy ilyen nagyon régi kotta, és hozott is most nekünk ide a stúdióba. Így van. Ezzel talán térjünk is rá a műsorra, ugye ez egy három részes műsor lesz, melyben megpróbálom Bachnak az orgona művészetét bemutatni, három különböző
műfajt a három különböző műsorban. Az elsőben az Orgel Büchlein című kötetből játszom, amit itt tartok a kezemben egy faksimile kiadásban. Pontosan ekkora volt ez a kis könyvecske, amelybe Bach beleírt. Hát végül is összesen csak 46 kompozíciót. Itt a kézírása látszik, remélem a képernyőn is. Bach kézírása látható ebben a kis füzetecskében, ahogy az év rendje szerint egymás után fölírta az összes ismert korált címként, ahogy amiket meg akart zenésíteni. Itt van a korának a címe, és aztán Bachnak a kézírása. Csak aztán ugye ez a sok korál dallam elkezdte komponálni, és haladt is vele elég sokáig, míg nem meghaladta a Bachnak a kapacitását ez a vállalkozás, és látható itt, hogy itt vannak az üres oldalak. De ami a cím az még fönt szerepel. Így van, tehát az összes címet felírt, és aztán elkezdte komponálgatni bele ezeket a kis korál előjátékokat, és aztán látjuk, hogy kihagyta őket. Összesen 164 korál előjátékot tervezett, ami egy szép nagy szám. Ebből végül is 46 készült el, mindez a Weimar időben, 1714 és 17 között. És ebből négyet mutat majd így meg van a nézőknek is? Illetve hármat fogok majd eljátszani ebben a műsorban, három teljesen különböző idejét. Az első az természetesen az adventi időhöz illően egy karácsonyi korál előjáték lesz. A második részben pedig Bach, mint orgona virtuóz, ezt a címet adta a műsornak. Hát mit mutat meg ebből a virtuóz szellemből? Igen, hát Bachnak a legismertebb művei ezek az úgynevezett preludium és fúgák, vagy toccátau és fúgák. Ezekből választottam ki egyet, az úgynevezett Dór, toccata és fuga, mely az egyik talán legkedveltebb, legismertebb mű. Erről hosszasan beszélek, hogy miért ez a címe, illetve hogy miért pont ezt játszom, és hogy milyen érdekes, hogy itáliai elveket valósít meg Bach ebben az orgona műben, és hát ez Bachnak az egyik legfontosabb műfaja, amiben komponált. És akkor itt egy kicsit megtudhatunk Bachról akkor ilyen háttérinformációkat, vagy hát a darab mögé nézhetünk majd ebben a műsorban? Így van, több részletet külön eljátszom, hogy jól lehessen követni, hogy melyik szólam hova tartozik, elmesélem a mű keletkezési történetét, honnan kaphatta Bach az ötletet, úgyhogy egy rendkívül beható átfogó pillantást nyerhetünk erről a műről. A harmadik részben mit hallhatunk majd? Ott pedig Bachnak a másik legfontosabb területe, a fúga művészetével foglalkozom. Egy fúgát választottam ki, a H-moll preludium és fúgának a fúgáját, amelynek a keletkezés története igencsak különleges, azt is elmesélem, mert egy valószínűsíthető, hogy egy konkrét alkalomra született, ami nagyon ritka, hogy tudjunk egy ilyen kiváltó okot egy ilyen hangszeres műről, mert ugye azt tudjuk, hogy a Bach kantáták melyik egyházi ünnepen hangzottak el, de a hangszeres művekre ez egyáltalán nem jellemző, azt csak úgy írták, meg kiadták, de ez egy olyan különleges, hogy ezt sejtjük, azt mondom inkább, sejtjük, hogy ez Bach milyen alkalomból komponálhatta, és egyben megismerhetjük Bachnak a fúga művészetét, ami neki egy rendkívül fontos műfaj volt. Ezeket a darabokat játsszák, vagy mondjuk az egyház zenében ez benne van, ezeket mondjuk hallhatjuk nagyobb ünnepi szentmiséken? Hát azért ember legyen, meg orgonista legyen a talpán, aki minden mise előtt és után ilyeneket tud játszani, ilyen nehéz Bach orgonaműveket, mert ez azért az orgona irodalom csúcsa, tehát ezeket tényleg a koncertező orgona művészek tartják műsoron, és hát azért azt gondolom, hogy azért a legtöbb kántor is ezért ezt el tudja játszani, hiszen ezek a preludium és fúgák valószínűleg Bach idejében is úgy születtek, hogy a preludiumot eljátszotta Bach az Isten tisztelet előtt, hiszen ugye luteránus volt, és aztán pedig a fúgát, a hozzátartozó fúgát pedig eljátszotta az Isten tisztelet végén, úgymond kivonuló zenéként, mint egy megkoronázva az eseményt. Önt mikor hallhatjuk, vagy merre fele hallhatjuk most, akár ha így előre tekintünk az adventi időszakban? Hát én nagyon sok
mindent csinálok, úgyhogy én most elsősorban a következőkben nem orgonálni fogok, most a jövő héten fogok elutazni éppen Prágába, illetve egy németországi turnéra egy prágai zenekarral és Boldocki Gáborral, akivel egy közös CD-t készítettünk nem olyan régen barokkoncertokból. Aztán pedig a fesztivál zenekarnak a barokk produkciójában gyakran szoktam közreműködni, illetve talán ami egy egész érdekes esemény lesz, hogy december 3-án, advent első vasárnapján délelőtt a Jézus Szíve templomban lesz egy koncert a 11 órás szentmiseben és utána. Ez most a Jezsuita templomnak egy új, nagyon támogatandó kezdeményezése, hogy minden vasárnapi szentmisét, a nagymisét, azt így feldíszítik zenével, klasszikus, komoly egyházzenével, és ebben lesz egy, ebben is fogok, és fel fogok lépni, hozom a kis orgona pozitívomat, ami kis orgonátot elől majd lehet látni, és fogunk játszani a növendékeimmel, illetve az egyik fiammal, aki fiú szopránként jeleskedik, és akkor ő fog egy ilyen kis korabarok német egyházzenei kis műsort előadni. Nagyon szépen köszönöm, Soma, hogy eljött hozzánk, és hogy beszélgethettünk erről. Köszönöm a három részről, és a további nagyon jó munkát kívánunk. Köszönöm szépen.